akit ma egy kávéra hívtam, azon jó pár éve megakadt a szemem filmeken, színpadokon, reklámokban is, de azt hiszem, amihez leginkább van érzékem, az az utóbbi időben történt vele, nevezetesen, hogy a Supermokka műsorvezetője lett, és én csak néztem, és szurkolva néztem, Kovács Patrícia. Nem mint a szigorú, nem tudom kicsoda, vénasszony, aki ennek a szakmának a, nem tudom, tudója, hanem a, talán a tehetségre érzékeny szakmáját imádó emberként néztem, és az volt az első benyomásom, Pati, hogy bátor. Tehát, hogy ezt így bemerte vállalni? Tudod miért? Mert azt gondolom, hogy nagyon sok ma már, tehát sok mindenért mond az ember adott esetben nemet, mert tapad valami előítélet hozzá, mert skatuját jelent, mert veszélyes terep és bukhatom az imidzsemet. Tehát sok minden van, és te meg úgy neki mentél ennek, de aztán végignézve az életed állomásait, te egy ilyen nekimenős csaj vagy, ugye? Igen, én mindig azt gondolom, hogy szóval az élet az ilyen alkuk sora. Vagy én megpróbálom azt úgy élni. Tehát nem az, hogy én eldöntöm, hogy majd én 40 évesen, meg 50 évesen hol akarok jönni, hanem amikor jön valami ajánlat az élettől, emberi kapcsolatokban, munkában, szerelemben, bármiben, akkor én kötök-e alkut magammal, hogy az eddig, amit képzeltem, az olyan lesz-e, amit, vagy nem, és én megkötöm ezeket az alkukat. Tehát én sosem gondoltam magamra úgy, mint műsorvezetőre, de az, hogy egyszer csak jött egy ilyen ajánlat, ráadásul pont az Ivánnal, és valakik úgy gondolták, hogy én nekem ezt ki kéne próbálni, azt mondtam, hogy hát ez olyan érdekes, hogy akkor vágjunk bele. De alapvetően te egy olyan figyelő, hallgató, szemlélődő, elfogadó, türelmes ember vagy? Mert azt gondolom, hogy a kérdező attitűd akkor jó, hogyha a másikról szól, és nagyon sokszor esnek hibába emberek képernyőn, hogy róluk szól. És benned meg azt látom, hogy tényleg aki ott van, azt akarod láttatni. Tehát alapvetően ilyen a személyiséged, hogy... Én azt gondolom, hogy elég nyitott vagyok, igen. A másik, hogy azért itt ebben a műsorban az nekem fontos volt, hogy mondjuk a csatorna az nem várja el feltétlenül az én véleményemet, de lehet véleményem. Tehát ők nem akarták azt, hogy belőlem csinálnak egy Demcsák Zsuzsát, nem is menne, vagy egy Tatárcsi. Tehát nem ki akarnak nevelni egy jó műsorvezetőt, hanem kerestek két fazont, aki mondjuk az Iván és én, akiknek lehet, hogy lesznek olyan civil kérdései, de nyitottan, amitől érdekes lehet egy beszélgetés. Ugye vicces, mert a Fenyő Iván akkor volt itt nálam, amikor készült arra a válogatásra, ahol aztán együtt lettetek, bár ugye ti együtt is jártatok annó, tehát a főiskolára, igen, tehát nem ismeretlenül kerültetek, vagy csak közeli szakmabéliként egymás mellé, tehát most nekem megvan a másik fele, ő még akkor izgult, hogy mi lesz, igen, neked meg most már tapasztalatod van, hogy milyen. De akkor, amikor mondjuk jön egy ilyen ajánlat, vagy amikor jött a reklám, ami megint egy olyan, igen, most a művésznő leszek, vagy reklámfilm szerep, szóval, hogy ezek tétes meccsek, és miközben alkuról beszélsz, a tétjét mennyire gondolod végig? Mit nyerhetek, mit veszíthetek, mit kockáztatok, mit sérülhetek? Át szoktam ezeket gondolni, de mégis azt gondolom, hogy valami csillag van az én homlokomon, és úgyis jól jövök ki az egészből, mert eddig mindig jól jöttem ki. Vagy van egy olyan tulajdonságom, hogy azt tudom mondani, hogy ezt le kellett szívni. Tehát, hogy ez valamiért hozta az élet, hogy ezt most, hogy én rosszul döntöttem. De én semmilyen értelemben nem ostorozom magamat, hogy miért kellett így csinálni. Azért, mert így kellett döntsek. Jó, rosszul, bárhogyan. Tehát, hogy nincs bennem semmiféle félelem, inkább a félelem az attól van, hogy egyszer csak el fog múlni az életem, és egy csomó mindent nem próbáltam ki. Tehát én nem akarok úgy feküdni majd a halálos ágyomon, hogy mennyi mindent nem próbáltam ki. Inkább kipróbálok sok mindent, akkor is, ha a szakma azt mondja, hogy lehet másának lenni a Csehovba és közben műsort vezetni, hát így, ha meg nem lehet, akkor nem lehet, de nem bírnám magamat elviselni, hogyha nem próbálnám ki azt, ami jön. Tehát az, hogy ki mit szól, akár számodra fontos emberek, hisz a szakma az mondjuk nem a névtelen kommentelő, igen, az nem írja felül azt, amit az ösztönöd, nem, vagy a kívánság diktál benned, igen, vagy ami hív, vagy ami húz. Nem.
azért ehhez viszont nem tudom, hogy mi kell, Pati, erő, magabiztosság, vagy ismered már annyira a működésedet, hogy kvázi olyan kompromisszumot, ha megkötnél, amiben törni kéne, abból te kitörsz inkább. Tehát, hogy... Nem, azt érzem, hogy én nagyon-nagyon tisztelem és szeretem azokat a szakmából jövő mestereimet, akik körülvesznek. De tőlük bizonyos dolgokat el kell venni és meg kell tanulni, de ők magukból fogalmaznak. Aha. Tehát amikor én tanácsot kérek egy Máté Gábortól, akit tényleg imádok, akkor ő magából fog beszélni, és benne lesz az ő el nem vállalt munkái, az ő félelmei, az, hogy ő mitől félt engem, nem tud, senki nem tud jó választ adni, csak én. Csak az én belső hangom. Mert mindenki benne van. És akkor én attól megijedek, és ezért így meghallgatom, de nincs, nem befolyásol. Mikor jöttél rá arra, hogyha ezt egy picit tovább viszem, amit most megfogalmaztál, amire magam is rájöttem, de lehet, hogy nem tudom, mikor, mindegy is. Hogy végül is tényleg az ilyen jellegű döntéseknél, miközben kérdezünk, hogy az ember tök egyedül van. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen tök egyedül vagyunk. Ez az élményed neked is meg? Meg. Mióta? Mert volt neked az életedben furcsa időszak, amikor tudható, vagy több helyen elmondtad már, de talán egy pár szót megérdemel, amikor magad is mondtad, hogy egy krónikus hazudozásban, sok-sokféle álcában, talán te magad se tudtad, hogy ki vagy, de ott is tök egyedül voltál, a hazudozó is egyedül volt, és aztán az összerakott pat is, ahogy mindig. Igen, de ez nekem egy rossz késői kamaszkori, kicsit kitolódott 18-19 éves korom, még egy nagyon ilyen identitás keresésben nagyon el voltam tévedve, akkor én egy nagyon szerencsés közegbe kerültem, akik aztán ebből nem ők húztak ki, mert én húztam ki saját magamat, csak segítséget adtak abban, hogy nagyon szerettek. Az Új Színház stúdiójára beszélni. Az Új Színház stúdiójában voltam én akkor ilyen segédszínész. Ha nem ők vesznek engem akkor körül, akkor én most nem ülök itt, az egészen biztos. De akkor is egyedül kellett itt maradni ebben a szakmában, mondjuk például, mert ugye akkor én azért már játszottam, tehát mondjuk például a Cserhalmi György, az végignézett engem még, mint hazudozós kislányt is, és most már a kollégám. Tehát ugye azért ezzel úgy kellett valamit kezdeni, hogy most már én nem az vagyok, most már kiírom, most már meggyógyultam. De ahhoz el kellett menni pszichológushoz, meg mindent. Tehát azt be kellett vállalni, hogy igen, ilyen volt, ez van. De az a fajta mondat, hogy én egy ilyen identitás keresésben megcsúszva, tudod, ez nagyon elegánsan hangzik, de lefordítva az akkori hétköznapod, pörgésére, álruháira, álmondataira, azért az egy kegyetlen időszak lehetett, vagy nem tudom, mert az ember, tehát a fürdőszoba tükör előtt is már füllentettél? Tehát már a tükörben sem azt láttad, aki valójában voltál, vagy ott mi fajta képzavar volt? Mert mindannyian keressük a magunkat, gyakorlatilag az egész életünkben mondják közhelyesen, de hogy ez ennyire végletesen kipördült nála? Azt gondolom, hogy nem tudok olyat mondani neked, hogy ez annyira kellemetlen volt. Tehát ami a rossz érzés volt, az, hogy nem tudtam aludni. Tehát mondjuk nagyon rossz álmaim voltak abban az időben. Nyugtalan. Izzadt a tenyerem. De aznak a lebukása, hogy mondjuk most mit mondtam, hol mondtam neki, azt mondtam. Tényleg, ez mekkora melóta? Ez iszonyú jó adrenalin egyébként. Mi? Ez egy veszélyes dolog. Tehát azért abban van koffein, hogy sodra az élet hova, tehát hogy és színésznőként egyébként utólag ehhez lehetett nyúlni, ehhez a játékhoz. Akkor volt a gond, amikor éreztem, hogy le fogok bukni, amikor összecsaptak a fejem fölött a hullámok. De ez komoly tréning végül is a különböző állarcokban megfelelni, hiszen azt azóta, ugye ez már akkor is, de papírod is lett róla. Igen, úgy most már legális. Az már legális. Tehát az, ami igen, akkor pszichiátriai kórkép igen volt, vagy pszichológiai kórkép, igen, abból egyébként elég jó karriert lett. Igen. De hogy mondjam, szóval ez is valahogy így hozzám tartozik, meg az anyukámhoz tartozik, meg a családom, az végig kellett asszisztálniuk. Tehát ez valahogy így kerek ez az egész, ez aki én vagyok. Nem volt benned néha egyébként olyan gondolat, hogy azért a fene egye meg, micsoda egy nőszemély vagyok én, aki a budai úrilányságot, amiről szintén beszél, vagy olvashattak tőled már itt-ott, hogy annak minden jóságával és rosszaságával,
hogy ahelyett, hogy örülnél, hogy ide születtél, könyvek, kultúra és diótörő látogatás és színházbérlet, ehhez képest lázadtál, te kis lükepók. Tehát nem volt önmagadra néha ilyen reflexió? Hát nem, mert azért a négy fal között az teljesen mindegy, hogy az ember hol lakik, mert a négy fal között dúló viharok, vagy egy rossz, olyan értelme rossz családba felnőni, amikor a szülők nem bírnak egymással, és nem valahogy mégis együtt maradnak, és azt végigazítálják a gyerekek, és annak aztán ez csak a családi viharokat valaki, tehát én ezt így kommunikáltam le. Aha. Hogy én arról nem beszélek, ami otthon van, hozzánk ne jöjjön senki. Az én barátaim nem jöttek föl hozzánk, az tabu. Kilépek az ajtón, és akkor leszek az, aki akarok lenni. Oda nem lehet hozzánk jönni. Én megyek mindenhova, de az, hogy ott mi van, ott nekem milyen a szobám, ott nekem milyen a viszonyom a szüleimmel, az titok. Ez a titok is a helyére került, vagy rendeződött, vagy feldolgoztad? Vagy... Hát felnőttem, igen, és akkor egyszer csak majd kicsit már elkezdtem másképp látni a szüleimet, vagy igen. Ugye az ember azt szoktam mondani, hogy vagy olyan akar lenni, mert nagyon szeretszik neki a szerep, vagy nagyon meg tudja fogalmazni, hogy na, mit nem akarok, ugye így igen. A felmenőknél. De attól, hogy valamit nagyon elutasítunk, attól még nem feltétlenül van viszont minta, hogy akkor milyenné is váljak. Lehet, hogy neked a nagy tagadásban, meg ebben a sokféle szerepben pont ez volt? Hogy igazából nem tudtad, hogy mifele, csak onnan el, vagy ahhoz képest másképp? Hú, ez érdekes. Nem tudom. Onnan el, az biztos. Tehát én költöztem el nagyon korán már. Hívtam egy taxit, és el is mentem. Akkor se féltél? Mi lesz nem. Velem? Azt mondtam, hogy az anyukám, hogy semmi olyan képet, vagy képeslapot, szokott lenni ilyen édes képeslap, hogy van egy ilyen gyerek, egy ilyen bőröndel, és csak a hátulról le van fotózva. Semmi ilyet nem bír. Ugyanik az a kép van, hogy a gyerek kilép az ajtón egy bőröndel, és elmegy, és nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Hány évesen mentél el először így? 17. De már akkor igen. Te ugye már játszottál, tehát már... Igen, tehát volt ilyen színházasdi, de hát azért az még 17 éves. Voltam az gyerek. És nem is aludtál otthon aznap? Nem, hónapokig. Ja, hogy. Hónapokig. Anyai szívem most hát elkezdett az... sajogni, igen. Van egy 16 éves fiam igen. Is. Igen. És akkor aztán hazamentem, de akkor kötöttem egy dílt az édesapámmal. Hát akkor jövök, hogyha rend lesz. Átvetted gyakorlatilag egy kicsit. Picit kemény csaj. Pedig nem. Nem. De most már rend van, vagy... Meg egyébként nem gondolom, hogy sokkal extrább ez, mint sajnos egy átlag magyar családban, csak azt én nagyon fontosnak gondolom, hogy erről beszéljünk. Tehát én ezt sosem bánom, hogy erről mindig van szó, hogy megnyugtassam a mostani anyukákat, hogy van esély, és hogy én szeretnék majd olyan szülő lenni, amilyen egyébként az én édesanyám volt, aki azért mégiscsak hagyta, hogy ezt tartson addig, amíg ennek tartania kell, és nem akarta ezt az én rossz korszakomat. Nagyon nehéz volt neki ezt végigasszisztálni, de hagyta, hogy én addig tartson ez, ameddig ennek tartania kell. Egyébként azért fontos tényleg erről beszélni, mert mondjuk a minden édesanyja a szívéhez kap akkor, amikor a kamasz gyermeke, aki annó még Istenem a jó illatú bébi volt, csúnya mondatokkal, vagy akár zsarolva, vagy akár tükröt tartva, de nagyon durván odamondogat, és az ember ott talajt veszít anyaként, ráadásul azt is hiszi, hogy ebből a gyerekből nem lesz semmi, hisz minden tisztesség, amire neveltem, az íme hol van, eltűnt, és hogy a frászt, lehet, hogy van egy varga betű, és visszatalál a gyerek az origóhoz, és aztán szépen megy tovább. Igen. Tehát, hogy azért ez tényleg, csak mondjuk ugye ismert embernél, mindig azt hiszük, hogy tudod, aki már a hajlakba is énekelt, és így ívelt a pályája, és ott nem volt semmi gubanc. Te meg bevállalod, hogy dehogy nem. De. Ennyi a sztori. Rend van. Az, hogy egy olyan kapcsolatban cseperedtél gyerekként, ami rendetlen volt, az például a női szerepben valahogy megfogalmaztatott veled dolgokat, hogy például a pároddal olyan szépen éltek? A Péterrel olyan nagyon... Hogy te abban hogy viselkedj, hogy mire kell figyelni, hogy minne legyen majd olyan? Ha ugyanígy tudod a minta, vagy a... Hát nagyon mást választottam, nagyon más típusú férfit. A Péter egészen más, és a Péternek is azért eléggé
szivált gyerekkora volt, hogy mondjam így. Van hasonlóság, ami gyerekkorunkban, meg kamaszkorunkban. Azt hiszem, a legfontosabb az a figyelem, de ez például nem gondolom, hogy az én édesanyámban nem lenne meg. Tehát például a Péter azt mondta, hogy amikor megismerte az anyámat, akkor egészen biztos volt benne, hogy na ez az a nő, akit elveszek feleségül. Mert olyan anyám van. Tehát, hogy azért tehát, hogy én például a női szerepekben, vagy a háziasszonykodásomban nagyon anyám vagyok, ami nagyon jó. Tehát ami egy nagyon klasszikus, egyébként talán konzervatív, tehát mosófűzőt takarító piacra járok. Tehát, hogy én egy ilyen nagyon semmiféle színésznős nincsen bennem. Kifejezetten házias és meleg az én otthonom, vagy amit én sugárzok. És hát ezt a Péter nagyon-nagyon szereti. De ugye mondjuk így, hogy egy ügyes asszony vagy, már hogy ügyes, de meg ügyes is, mert hogy ügyek viszont nagyon fontosak neked. Igen. Tehát egyrészt játszol színházban, másrészt most egy ilyen újfajta, és azt gondolom, hogy ez nem hobbi, ez hivatásocska, de az, amit kóstolgatsz. Van otthon a családi szereped is, nyilván sok a dolgod, naptártele, de az, hogy a környezettudatosságod, a mit eszünk, hogy eszünk és hova dobjuk, okay. Az is egy fárasztó figyelem, nevezetesen az munka, hogy az ember ezekre figyeljen. Ez mikor lett fontos neked? Tehát, hogy az mitől? Állatvédelem, vagy az, hogy nem hordunk szörmét, nem hordunk kígyóbőrövet, meg nem tudom, tehát ezek azok eléggé hamar. Azok szerintem már a főiskola előtt fontos volt. Tehát, hogy egyszerűen erre így érzékeny vagyok. Aztán a főiskola után lett ez a... Akkor lett figyelem erre valahogy ez a... Szóval mégis az vagy, amint megeszel, meg hogy ez a szemetelés, az akkor elkezdett fontos lenni, és aztán ez most már így azt gondolom, hogy kutya kötelességem. Uh-huh. Ezt mondani, ezért kiállni. És csinálni. Nem, és csinálni, de mondjuk ez nem okoz problémát. Tehát, hogy sokan kérdezik, hogy mi például vegák vagyunk, hogy ez nem fárasztó? Hát fárasztó, mert ma Budapesten azért nagyon, hogy mondjam, tehát sok jó étterem van, de azért többnyire a rántott kamember és a rántott gomba az, amit lehet vegaként tenni. Na jó, lehet, hogy van egy kis cukkini. Jó, egy kis cukkini, de tehát, hogy azért nem minden sarkon van egy jó étterem, ahol kifejezetten jó vega fogások vannak, de mondjuk egy vega háztartást vezetni, ez semmiféle gondot nem okoz, mert egyszerűen ez ugyanolyan, mint hogyha... Hát sőt, neked nem kell a húspultnál sorba állni. Hát igen, mondjuk. Például igen. A zöldségeket csak le kell szedni, semmi igen. Gond nincsen. És az, hogy szedem a szemetet, meg hogy mit, rátapossok az ásványvizes palackra, miatt bedobom a kukába. Ez már reflex, gondolom. Igen, hogy ezek nem... Ez mindenki kérdezik a kutyákat is, hogy van két kutya. Hát fel kell kelni, meg... Le kell vinni, de ez is már ilyen automatizmus, szóval hozzátartozik az életünkhöz. És ilyen szempontból a Péter nekem csodálatos, mert ebben ő pontosan ugyanolyan módon vesz részt, ahogyan én. Tehát ez nagyon jó, nagyon nagy segít. Én nem tudnám csinálni ezt egyedül ennyi házasságban, hogyha ő erre nem figyelne. Nyilván, hogyha viszont még a közösségekben gondolkozunk, akkor ugye ő amikor a politikusi pályát abba hagyta, akkor aztán teljes erővel a Suhany Alapítvány ügyeit kezdte intézni, amiben te is benne vagy, és valahol azt mondtad, hogy ez ilyen közös gyereketek, és azért elképesztő, hogy kinőtte magát az, hogy fogyatékkal élők sportolási lehetőségei olimpiától a hétköznapig, de hogy sok ember, tudod, inkább elfordulna, hogy olyat lásson, ami megérinti. Igen. Van ez a fajta bátortalanság. És meg azt érzem, hogy olyan nagyon odafordultál, sőt, velük. Igen. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Azt gondolom, hogy minden ilyen fajta nevelést a gyerekeknél kell elkezdeni. Nekem egyetlen egy mázlim volt, hogy én a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolába jártam a Marcibányi térre, és mellettünk volt a kerekesszékes iskola, a most már mozgásjavító merek iskola, de akkor még nem ez volt a neve, hanem egy ilyen állami intézmény. Tehát velünk egyidős gyerekekkel ugyanabban a parkban, ugyanazon a játszótéren, ugyanazon az utcán, én 6 éves koromtól kezdve megszoktam, hogy vannak gyerekek, akik kerekesszékben bottal járnak.
És ők ugyanolyanok, mint mi. És az, hogy egy gyerek ezt megkapja minden reggel 7:30, és utána ugyanúgy szállunk fel a buszra, a villamosra, vagy nekem segítenem kell, az egyszerűen csak, tehát nekem az, hogy van, hogy jön egy ember, akinek esetleg hiányzik egy keze, vagy kerekesszékben van, vagy nem lát, az semmiféle problémát nem okoz, mert egészen kicsi korom óta velük élek, vagy velük vagyok egy közegben. És nekem az döbbenetes, hogy mennyire félnek az emberek, vagy nem is az elfordulnak, hanem nem tudnak mit kezdeni a velük. Szavakat se találják, vagy zavartan. Egyszer dolgoztam 3 napot egy olyan filmfesztiválon, ami fogyatékkal élők, talkshow-k, meg filmek, és emlékszem, hogy az első órában még én is ilyen, tehát hogy most akkor hogyan kérdezem meg, hogy a mennyire lát, vagy az... És amikor Orsós Zsolt, a csörgőlabdás srác azt mondta nekem, figyelj Nóra, én pont annyit látok előre, mint hátra, tök vak vagyok. És az egészet így fúgy, elfújta ezt a tétovaságot, hogy akkor milyen... És isteni volt velük. Önmagamat kellett átlépni. Hát persze, ez is olyan érdekes, hogy a Suhanyban most már lassan több mint 100 önkéntesünk van. Ugye ez arról szól a Suhany, hogy önkéntes alapon közösen megosztjuk a mozgás örömét sérült és fogyatékkal élő társakat, ergo. Futhatsz egyedül is egy kört a Margit szigeten, de ha ezt egy látássérültel vagy egy kerekesszékkel teszed, akkor ez több, és mindenkinek ad. És azért, hogyha csinálnék egy statisztikát arról, hogy kik szorulnak nagyobb lelki segélyre, az önkénteseink, vagy azok, akiknek kvázi mi segítünk, akkor az arány az önként, tehát több gond van az önkéntesekkel így lelkileg, vagy hogy egyáltalán mint akár azokkal, akik úgy egyébként elsőre segítségre szorulnak. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Mennyit vagy egyébként köztük velük, vagy hogy néz ki az életed? Mert tényleg azért csak így morzsában, ugye mindig említettem, hogy színház is van, meg tévé is van, meg a Suhany is van, meg a vegakaja főzés is van. Ez úgy van, hogy hát a Péter 100%-osan este jön a nap 24 órájában. Én vagyok ennek így a követe, pont azért, hogy ő esetleg, aki még emlékszik rá, hogy ő volt ezrézes politikus, semmilyen értelemben nem mossa össze ezt a dolgot, tehát ez egy szigorúan politikamentes dolog. Ezért Pásztori Dori paralimpikonunk és én vagyunk, akik így megyünk a tévében, meg mindenhova ezt hirdetni, tehát mi vagyunk a nagykövetei, és hát egyébként napi szinten, tehát ez most már azt is mondhatom, hogy ez barátság, tehát azért nagyon sok barátunk alakult, és a szervezetnek van mondjuk 20 olyan tagja, akik a vezetők, egy ilyen alapítványnál ugye ez nagyon fontos, hogy azért itt ezt nagyon sokan csináljuk, ez egy baráti társaság is. Na de figyelj, de Pati, azért te ugye készülsz ezekre a rendezvényekre, alkalmakra, igen, vagy képviseled ezt az ügyet. Akkor, amikor műsorban mész, akkor felkészülsz a vendégekből, akkor, amikor Krémer kontra Krémer mondjuk színpadra mész, de akkor a szerepben kell legyél. Mikor vannak azok az idők, amikor magaddal foglalkozol, amikor magadat szeretgeted és töltekezel, amikor sportolsz egyáltalán, tehát hogy egyben legyél, és önmagadat szeretni tud, úgyhogy úgy jól vagyok a bőrömben. Megfogtál, mert ez nem nagyon van. Tehát, hogy ez... én nem tudok pihenni, vagy nagyon... Tehát mindig azt gondolom, hogy én dolgozom a színházban, az az én fő feladatom, hogy ott meg mondjuk a tévében most, vagy ha forgatok, és minden más szabadidőben is azért nagyon tevékenyen, hasznosan töltsem el. Tehát, hogy nekem például ezt kell megtanulni. Tehát a lustaságot kéne megtanuljam. Azt, hogy tehát én tudod, mit szeretnék? Én otthon szeretnék ülni a tréningben és unatkozni. Én szeretném ezt az állapotot megélni, hogy mi lenne, hogyha lenne egy délelőtt, hogy én csak ülnék a kanapén, és semmit se csinálnék. Semmit. Igen. És Maci-Naci nyilván van. Van. Otthon van. Van. Fotel van. Van. És akkor miért nincs? Mindig van egy porszem, amit le lehetne mondjuk a könyvespolcról. De szóval ez egy baj. Tehát, hogy én a saját időmmel gazdálkodom, tehát a Péter ezzel rendszeresen veszekszünk ezen, hogy én nagyon rosszul kócsolom magam, hogy mindig ráérek, tehát amikor van egy szabad napom, akkor például bepótolom az összes barátomat, akivel már nem tudtam az elmúlt 3 hétben találkozni. És nem magamra nem, figyelek. Tehát nem befele, hanem megint valakikre vagy valamire. Igen. Aha, akkor még ebben kell tanulni? Ez kell.
azt kell megtanulni, hogy kikapcsolom a telefonomat, és offline vagyok. Azt. Mikor volt ilyen utoljára? Hú, nagyon régen. Idén azért esetleg lesz majd adtál magadnak határidőt? Reméljük. Adsz talán magadnak határidőt? Most nyáron azt hiszem, egy kicsit nyugodtabb lesz az élet. Picit. Picit. Kívánom akkor, hogy legyen úgy. Köszönöm szépen. Gondolkodjunk így együtt legközelebb is. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.